Ez a Küzdj Bátran podcast sorozat 15. része. Szeretettel köszönt minden kedves érdeklődőt Kővágó Angéla és Szőke Viktória. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség műsorában ezúttal is a speciális olimpikonok színes és változatos világába engedünk betekintést. A tavalyi esztendő kiemelkedő időszaka és felkészülési állomása volt az idei nyári berlini speciális olimpia nyári világjátékoknak. Mind a 15 nyári sportágban megrendeztük a válogatókat, tesztversenyeket, az elnökség pedig a szakágvezetők ajánlásai alapján kijelölte a világjátékokra utazó küldöttséget. Reméljük, hogy 2023-ban is zavartalanul bonyolíthatjuk le eseményeinket, hiszen sportolóink és szakembereink alig várják már az új feladatokat, kihívásokat, amelyekről Lengyel Lajos elnök úrral beszélgetett Kővágó Angéla. Voltak a kiemelkedő események az elmúlt év során, gondolok itt ugye a Máltára, Berlinre, amik ugye megalapozták ezt az évet. Mi az, amit elnök úr úgy érez, hogy még ezekhez hozzátett valamit, és hogy pozitívan lehet értékelni az elmúlt évet? Hát ezek a kiemelkedő nemzetközi vagy nemzetközi jellegű versenyek voltak, de emellett közel 90 hazai versenyt is rendeztünk, ahol hát Istennek több ezeren vettek részt a programokon, és ez biztató jövőre nézve, tehát hogy az igazolt versenyzői létszám is, illetve a versenyző részvevők száma is növekedett. Valóban ez a három esemény volt a speciális olimpia történetében a nemzeti jelleggel kiemelkedő, és ebben elsősorban Máltát és Berlint emelném ki, még azért, mert ez a kettő egyben egy válogató verseny, meg megalapozó verseny volt az ez évi, a 2023-as évi rendezvénynek. Többek között úgy is, hogy a helyszínt is megismerhetünk, hogy hova fogunk majd menni. Ennek lesz még folytatása, hiszen ebben az évben, márciusban lesz egy delegációvezetői értekezlet, amikor most már a vilégeges helyszínt is meglátjuk, bejárjuk. Nagyon fontos, hiszen 15 sportágban közel 85 versenyző, az egész csapat 112 fő, tehát nem mindegy, hogy mennyire fogjuk ismerni a körülményeket, a környéket. Nagyon sok szakágnál, például görkorcsolyánál nem mindegy, hogy milyen a pályaborítás, hogy beton, parketta, vagy valami műanyag jellegű dolog. Ez nagyon fontos, hogy ezt feltárjuk, megismerjük, és erre lesz ez a március 13 és 17 között időszak. De ezen kívül azért volt még az életünkben két olyan jelentős esemény, ami a Magyar Speciális Olimpia Szövetség életét befolyásolja, és főleg itt az integráció terén. Az egyik a Kennedy nap Szentesen, illetve a könyvünknek a sajtótájékoztatója. Mind a kettő sportról szól, de más oldalról mutatja be a sportot. Megszólítjuk a lakosságot, megszólítjuk a családtagokat, megszólítjuk a barátokat a Kennedy napon, hiszen bekapcsolódhatnak a speciális olimpia sport programjába, kipróbálhatják a speciális olimpia sportágait, ebbe segítik őket a szakágvezetők, és ez az integráció egy nagyon fontos talaja lehet, hogy így kerülnek kapcsolatba a sportolóinkkal. A másik, ez a könyv, aminek rettetes büszkék vagyunk, hogy megjelent az elmúlt 33 év története, hiszen a könyv egy nagyon magas színvonalú nyomtatás, tehát kivitelre, küllevre, nagyon szép dekoratív könyv. De ami ennél fontosabb, hogy a belég, a szakmaiság, ami benne van, hiszen tagoltuk a könyvben a speciális olimpiák világjátékait, nyári télét, az európai játékokat, a nemzeti játékot és a hazai versenyeket. Ezen kívül van egy szakmaiság is ezen túl, ahol kimondottan a szabályrendszerről van olvasmányosan leírva, hogy milyen feltételek mellett vehet valaki részt a speciális olimpia versenyein. Van egy önkéntes rész, ami több száz vagy több ezer emberből áll már Magyarországon is. Ez egy nagyon hasznos tevékenység a szövetség életében. Mi az, amit várhatunk az előttünk álló 2023-as évtől? Értelemszerűen a legkiemelkedőbb esemény az a berlini olimpia lesz. Gyakorlatilag 2022. októberében ki is jelöltük a utazó csapatot és a tartalékokat is. Tehát ez a leszűkített keret, vagy említettem, 85 fő, aki az utazó keretben van benne. Azóta is voltak már, meg lesznek is szakági edzőtáborok, meg összcsapat edzőtábor is áprilisban.
aminek nagyon nagy jelentősége van, mert akkor látjuk mi vezetők egybe a 15 sportágban nevezett sportolókat, hogy ki hogy viseli a távollétet esetleg a szülői tehát háttértől, akár a baráti háttértől, vagy ha intézményben az intézménytől. Ezek egy nagyon jó mércéje, hogy megismerjük a versenyzőket, mert Berlin ugye nincs messze, de egy más világ, egy más kultúra, és az ottani körülmények között kell megfelelni majd a versenyeken. Hol lesz az edzőtábor? Az edzőtábor helyszín az még nem dőlt el véglegesen. Szentes, Győr és Tata került szóba. Hát várjuk az ajánlatokat. Úgy tűnik mind a három ilyen technikai, egyéb feltételeknek megfelel. Tehát, hogy a 15 sportágat le tudjuk bonyolítani. Ez az elkövetkezendő hetek kérdés lesz, hogy lefixeljük, hogy hol fogunk majd letoborozni. Így az olimpiával kapcsolatosan még nagyon fontos feladat a ruházat kérdése, hiszen nem kis összegről van szó, hiszen nagyon nagy csapatról van szó. Azoknak is a kiválasztás, hogy ki fogja a formaruházatot, a versenyruházatot majd leszhelyte nekünk, ezek is heteken belül el fognak dőlni. Valószínűleg, hogy magyar cég, magyar terméket fog nekünk készíteni, amiért nagyon büszkék vagyunk. Jelen pillanatban nagy nyugalommal készülhetünk a versenyre. Azt nem állítom, hogy minden feltétel már rendelkezésünkre áll, de bízunk benne, hogy a kormányzati megbeszélések és ígéretek betartásra kerülnek, és akkor megint azt mondhatjuk el, hogy ez a nagy létszámú csapat, aki kivitt a jogot, hogy képviselje Magyarországot, nagy nyugalommal vehet részt a berlini játékokon, ahol természetesen sikereket várunk a versenyzőktől, és az, hogy példát mutassanak más országoknak is, hogy mi magyarok vagyunk, összetartóak vagyunk, szeretjük egymást, és minél szebb eredményekkel tudjuk ezt meghálálni. Kint lesz még egy jelentős esemény, amit mi magyarok terveztünk el és szervezünk, mégpedig a berlini nagykövetségen egy a speciális olimpia történetéből készült fotóból egy fotókiállítást tervezünk megnyitni. A nagykövet úr, külügyminiszter már hozzájárult a helyszín igénybevételéhez. Márciusban, amikor kint vagyunk, akkor fogjuk lefixálni véglegesen, hogy hány képet, hogy tudunk, milyen formátumban tudunk ott elhelyezni, hiszen a berlini magyar nagykövetség nagyon jó helye van. Tehát majdnem illetve a Brandenburgi kaputól egy pár méterre van, közelében végig nagykövetségek vannak, tehát tömegek mozgatnak ott, hogy nagyon sokan be fognak menni megnézni, és ezzel is Magyarországot, magyar esót, a fogyatékos embert tudjuk hirdetni, és ez is az integrációnak egy lépése ahhoz, hogy minél könnyebb, közelebb kerüljön a két rész egymáshoz. Lesznek olyan események, amelyek a berlini kiemelkedő olimpiás esemény mellett még a következő évet meghatározzák? Gyakorlatilag elkezdődött a felkészülés a téli olimpiára is, hiszen ez egy másik kategória. Ott öt sportágban fogunk részt venni 2025-ben Torinóban, tehát ahhoz is már az alapversenyek, az alapfelkészülések. Hát emellett pedig, ami kiemelkedő rész, az a hazai verseny lesz, tehát az a közel 100 hazai versenyek lebonyolítása, és szintén júliusban a következő Kennedy nap, ahol most egy ország másik részébe fogunk elmenni, és ott próbáljuk bemutatni az ott élőknek a speciális olimpiának a tevékenységét. Én azt szeretném, hogyha azok az elképzelések, amiket mi kitűztünk magunk elé, mint elnökség, mint szövetség, azoknak egy jelentős része megvalósuljon ebben az évben. Mire gondolok? Az egyetemekkel való együttműködés nagyon fontosnak találom. Nagyon fontosnak találom az egyházakkal való együttműködés, hiszen nagyon széles körben van az egyházak alatt fogyatékosság élő ember. Szintén ugyanerre a polcra raknám fel az élsportszövetségekkel és az élsport egyesületekkel való kapcsolatot, együttműködést. Én azt kívánom, hogy akik közel működnek a speciális olimpiában, legyenek szó edzőkről, felkészítőkről, tanárokról, az atlétáinkról, akik versenyeznek, a munkatársaimról, elősegítik ezeknek a programok megvalósítását. Mindenki éljen egy boldogabb, békésebb jelenben 2023-ban, és ezzel alapozzuk meg a jövő évek sikereit.
Mihalcsik István emlékére csapatversennyel kezdték az új évet a bowlingosok Szolnokon. A következő összeállításban Molnár Melinda szakágvezető és a berlini világjátékokra utazó gyulai sportoló Herceg János, valamint Szabó Lajos, a Sofi és a válogatott keret edzője szólal meg. Mihalcsik Pisti volt az, aki által elindult a bowling szakág a speciális olimpián belül. Ő egy szervált ültetett bowlingos sportoló volt, és ő kezdte el a Liget Otthon Sport Egyesületbe felkészíteni a versenyzőket a szakág versenyeire. Akkoriban még nem is létezett bowling szakág magyar speciális olimpián belül, csak a nemzetközi speciális olimpián belül. Hány versenyző jött el a mai napra, és mit kell tudni a mai versenyről, hol tart a felkészülés a berlini olimpiára? A mai versenyre közel 70 sportoló nevezett, 4-es, illetve 3-as csapatokban rendeződve, női, férfi és vegyes kategóriában is 6 csapat nevezett. Itt van a válogatott berlini csapat is, akik már egy csapatként indultak a mai versenyen vegyes kategóriában, ők pedig ugye Gyula, Szolnoki, Budapesti és egy nagykörösi versenyző. Láttam, hogy van lánycsapat is, a lányok mennyire ügyesek a bowlingba? Igen, van 3 lánycsapatunk, ma csak lányokból áll, nagyon szeretik ezt a sportágat is, akár szinte a fiú kategóriával egy lapon is lehet említeni, és ugyanolyan szép eredményeket érnek el. Ha előre tekintünk, akkor ugye Berlinig már alig fél év van hátra. Hány válogató verseny lesz, ha egyáltalán lesz még, illetve milyen felkészülési állomások vannak még, vagy mi az, amiben esetleg szakágvezetőként úgy látod, hogy még fejlődnie kell egy-két embernek? Mivel az ország minden területéről vannak sportolóink, tehát 4 fős a berlini csapat, és 4 különböző városból vagyunk, így ugye az elsődleges cél, hogy összeszokjon a kis csapatunk, és ez érdekében lesz ugye 2 edzőtábor, és még ezen kívül még 3 versenyük a júniusi nagy verseny előtt. A kis berlini csapatunk nagyon kis, stabil, kiegyensúlyozott csapat, úgyhogy bármi lehetséges, én nagyon bízom benne, hogy érmes helyezést érnek majd el, hisz 3 kategóriában versenyezhetnek, csapat, egyén és páros kategóriában is lesz lehetőségük az éremszerzésre. Nagyon jó, szuper! Emlékszel arra, hogy mikor fogtál először bowlingolyót a kezedbe? 2012 óta bowlingozok, és 11 éven már így bowlingozok. Miért szereted ezt csinálni? Azért szeretem csinálni, mert jó eredményeket akarok elérni, és bizonyítani akarok a csapatnak, hogy jó legyen mindenkinek. És mit gondolsz, hogy hol fogtok végezni a versenybe? Első helyen szeretnék lenni. Mit gondolsz, a bowlinghoz mi kell? Erő, ügyesség, gyorsaság? Mi szükséges ahhoz, hogy jól bowlingozzál? Kell hozzá, hogy erős legyél? Hát szerintem igen, kell. És mit csinálsz azért, hogy erős legyél? Jársz máshova is edzésre? Csak a bowlingra. Úszásra már nem. Úszásra jártál régebben? Régebben jártam, de már most már nem. Mert abba hagytam. Szerinted miért jó sportolni? Miért jó, hogyha lejönnek bowlingozni? Hát szerintem azért jó, mert erősítik a kezüket, meg a karjukat lehet gurítani középre, a nyílakra. És nem nehéz számolni a pontokat? Tehát te tudod könnyen számolni? Jó vagy matematikából? Hát igen. Gondolom, te mész Berlinbe, ugye? Igen, én jutottam ki Berlinbe most 2023. Június 12-től június 25-ig. Hát szerintem jó lesz. Érmet is szeretnék elhozni első helyet. Tudod, hogy hol van Berlin? Bécsfele, Ausztria után van Berlin, az Németországban van. Uh-huh. És mit gondolsz, milyen messze van Berlin? Nagyon messze van? Hát szerintem, messzi van, mert azért, mert hogy még előbb fel kell menni Pestre, és aztán vagy vonattal menni Bécsbe, utána Németországba. És a ti csapatotok az milyen? Hát jó barátok, meg összetartó is. Mit szoktál még csinálni, amikor nem bowlingozol? Van munkád esetleg, vagy tanulsz még? Hát nem tanulok, hanem már az adományboltban dolgozok. 2 munkahelyem is van, az adománybolt, meg a bowling. Úgy tudom, hogy most ön kíséri el a csapatot majd Berlinbe. Hogy látja, hogy állnak a felkészüléssel a gyerekek? A gyerekek azt, amit eddig tudnak, azon túl sokat nem tudunk javítani.
viszont a koncentráció képességüket azon azt tudunk, a mentális képességükön, és az adott esetben jelentett gémenként 10 fát is. Tehát, hogyha jól koncentrálnak, akkor sokat tudunk ezen javítani. Ezek a gyerekek, akiket kiválogattak, miben kiemelkedőek vagy jobbak? Miért érdemelték ki azt, hogy kijuthassanak az olimpiára? Ők a legfegyelmezettebb játékosok közé tartoznak, és könnyebbnek indulni egy versenynek fegyelmezett gyerekkel, aki figyel. Nagyobb eredményt lehet elérni, mint esetleg, aki nagyon tehetséges ugyan, de fegyelmezetlen. Tehát több az esélyünk a csapatmunkában. Arról sokat beszélünk, hogy a sportolókat hogyan kell felkészíteni, és egy edzőnek hogyan kell felkészülni egy, nem tudom, trükkök, vagy olyan szakmai nehézségek, amiket addig még önöknek, az edzőknek le kell küzdeni. Hát a legfontosabb most az elmúlt két versenyen kiderült, hogy az egyik lányversenyzőm, aki van egy saját tanítványom, a Barbara, az a Melindának a versenyzője. Ilyen dolgokat most vesz észre az ember, hogy a dobás előtt közvetlenül nem figyelmeztetjük, hogy mire figyeljen, mert azzal megzavarjuk. Tehát ameddig ül, addig lehet szólni neki, de abban a pillanatban, vagy azelőtt, mikor már golyót kézbe vette és dobásra készül, akkor nem, mert az megzavarja. Tehát ezt tisztáztam is a beával, hogy soha többet, amikor odáll a dobó helyre, nem fogok szólni neki. Tehát azt észrevettem, és azt hiszem, hogy ennyi, hogy ilyet kell tudnunk, hogy mikor tudunk figyelmeztetni, és mikor nem. Ő milyen várakozásokkal tekint a berlini események elé, tehát esetleg van olyan a tipje, hogy talán mi az, amit elvárhatunk a magyar válogatottól? A csapatot, mivel most vettem át, és sokat az elmúlt évek munkáján én nem tudok változtatni, viszont a saját tanítványom, a Kovács Barbara, aki már 4 éve is indulhatott volna az eredményei alapján az olimpián, de akkor még nem töltötte be a 14. évét. És gyakorlatilag 2 hét miatt nem indulhatott akkor az olimpián. És most 4 év után, most megvan a lehetősége. Ő dobott már egy gémbe 168-at, tehát ha éppen úgy kapja el a fonalat, akkor látom esélyét, hogy ő megnyerje az olimpiát. Könnyen vagyok, mert már 2 olimpikonom van, tehát 2 tanítványom van, aki már olimpiát nyert. A Hammer Ádám 11-ben Athénban, a Wendler Csaba viszont most legutóbb a Abu Dhabiba párosban nyert, tehát én mindig azt várom el, hogy aranyérmes legyen valamelyik tanítványom. Régi új szakember irányításával folytatják edzéseiket a műkorcsolya szakág versenyzői. Szarka Krisztina korábban 1999 és 2004 között volt már az MSOS korcsolya szakág vezetője. Részt vett edzőként a 2001-es alaszkai téli világjátékokon is. Célja, hogy bővítse a versenyzői bázist. Szarka Krisztina Kelemen Zsuzsannát váltja a szakágvezetői poszton, aki 17 évnyi professzionális és lelkiismeretes munkát követően döntött úgy, hogy lemond posztjáról, de tanítványait Vas Máriával együtt továbbra is segíti. 2005 óta 3 téli világjátékok, 2 Európa-bajnokság és számos nemzetközi verseny résztvevői voltak műkorcsolyázói. Ezeken a versenyeken a sportolók eredményesen szerepeltek. A helyezéseken túl számos érem került a korcsolyázók és szakágunk tarsolyába. A célokról és a tervekről is megkérdezte a 2 szakembert kolléganőm. Volt egy választás, ugye egy előzetes terved le kellett adni, hogy mégis mi a tervem, és hogy mit szeretnék. Ebben a tervben az szerepel, hogy minél több sportolót bevonni a műkorcsolya szakágban, és ennek a részletei. Na, hát akkor részletezzük. Hogyan lehet bevonni a gyerekeket manapság a műkorcsolyába, amikor amúgy egyébként nem nagyon szeretnek sportolni? Remélem, hogy azért ez nem igaz, és korcsolyázni általában szeretnek.
Szerintem, ha egyszer megérzik azt, hogy milyen jó ez, milyen jó csúszni, akkor ők meg fogják szeretni, és nem csak a gyerekek, szerintem még a felnőttek is. Itt az a lényeg, hogy az első élmény nagyon pozitív legyen. Hogyan lehet felkutatni egyáltalán a tehetségeket? Hát ez a tehetség, ez nehéz kérdés, főleg szerintem a speciális olimpián belül. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen sok jó versenyző, de még fontosabb az, hogy minél többen szeressék ezt a sportot, és minél többen jöjjenek, és minél több speciális olimpikonnak, vagy sportolónak örömet szerezzen a korcsolyázás. Egyáltalán hogyan kerültél az SO közelébe? Mikor jött ez a gondolat, hogy ezekkel a gyerekekkel szeretném foglalkozni? Ez a gondolat, ez nagyon rég volt már, úgyhogy most vissza kell emlékezzek, ez a 90-es évek körül volt, nekem volt egy alapítványom, ahol mindenféle speciális sportolóval foglalkoztunk, és úgy kerültem én az SO-ba. 90-es évek végén pontosan így rossz vagyok, mert nagyon rég volt, tehát a 90-es évek végén, 2001-ben voltam a speciális olimpiával Alaszkában a még akkor a gyorskorcsolya versenyzőkkel. És utána megszületett a kisfiam 2004-ben, amikor el kellett váljak a speciális olimpiától, és most így nézegettem a Facebookot, és láttam, hogy a Zsuzsi tervezi azt, hogy most már nem szeretne szakágat vezetni, csak edzőként részt venni a versenyeken, és így fontolóra vettem azt, hogy esetleg segítsek. Milyen korcsolyázó múlttal rendelkezel? Gyermekkoromban és fiatalkoromban versenyeztem, sportoltam, és elég hamar elkezdtem segíteni az edzőmnek. Elvégeztem a TF-et, úgyhogy mikor se szakedző lettem. Versenyeztél is annak idején? Igen, versenyeztem. Egyéni műkorcsolyázó voltam, sok versenyen indultam, és hát elég sokszor értem el dobogós is első, második, harmadik helyezést, ötödik, hatodik, attól függ. Mennyire fontos az, hogy valakinek legyenek eredményei? Ugye a szülők gyakran hozzák azt ellenévként, hogy azért nem hozom a gyereket a sport közelébe, mert hogy úgysem lesz belőle világbajnok. Én nem gondolom azt, hogy mindenki világbajnok lesz. Nyilván nem lehet mindenki világbajnok. Ez nehéz kérdés. Hogy mennyire támogatom azt a versenyt, hogy mindenki, ez egyéni. Tehát én nem gondolom, hogy ez a fontos, hogy mindenki versenyző legyen. Én például igazából nem is szerettem a megmérettetést és a versenyeket. Én a sportért sportoltam, tehát azért, hogy megtanuljak bizonyos dolgokat az élvezetért. Tehát nyilván mindenki más, tehát van akinek az a célja, hogy első legyen, szeretne, ő azért küzd. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki a sportban megtalálhatja, hogy mi az, ami neki fontos. Ha neki nem a versenyzés fontos, csak az, hogy sportoljon, egészséges legyen, örömet szerezzen, akár a nézőknek, akár saját magának, ez egy nagyon szép és értékelhető dolog. Ugye legutóbb 2021. decemberében beszéltünk, akkor jöttetek haza Grazból. Azóta mi történt a gyerekekkel? Esetleg melyik tanítványod az, akit úgy látod, hogy sokat fejlődött? Folyamatosan dolgozunk azóta is. Hazai verseny volt a gráci verseny óta, és a tanítványaink folyamatosan fejlődnek. Az összes gyerekünk egyre jobban teljesíti és hajtja végre a feladatokat a jégen. Az elmúlt 17 évben mi az az eredmény, amire különösen büszke vagy, mi az, amit esetleg kiemelnél ebből a, hát majdhogy nem negyed századból, hogy mi az, amiben úgy látod, hogy esetleg ahhoz képest, ahogyan elindultatok, sikerült valamilyen fejlődést elérni? Mindegyik eredményünkre büszke vagyok, nem emelnék ki egyet se, hiszen mindegyik, amilyenk volt. Az egyik azért vagyok büszke, mert az első volt, a másikra azért, mert váratlan volt, a harmadikra azért, mert éppen mély vízbe dobtuk a gyereket, vagy a sportolót. Mindegyikre büszkék vagyunk, mert a miénk volt. Szakmailag mi az a nehéz dolog, akár egy elem, akár valami felfogásbeli dolog, amit nagyon nehéz átadni a tanítványoknak? Van-e olyasmi, amivel még küzdesz, vagy keresed a szakmai fogásokat, hogy hogyan lehet jól megtanítani, vagy jól átadni? Azt gondolom, hogy itt az elmúlt évek alatt én is nagyon sokat fejlődtem a gyerekek mellett, hiszen nem épp gyerekekről beszélünk,
És azt gondolom, hogy először mindig a sportolóval kell megtalálni a hangot. Hiszen mindegyiknek más, mindegyik sportolóval másképp kell beszélni, mindegyik sportolónak másképp kell magyarázni az elemeket, hiszen mindegyik másképp érti meg az adott elemnek a gyakorlási menetét, a taktikáját, a technikáját, a miértjét. És talán ez a nehéz benne, hogy mindenkinek teljesen másképp kell magyarázni. Azt említetted, hogy nagyon sok külföldi versenyen jártál. Te hogyan látod a nemzetközi mezőnyt? Hol tartanak? Mennyire erős a nemzetközi mezőny? És milyen stílusban kell ahhoz korcsolyázni, hogy esetleg eredményt érjen el az ember? Változott-e például a korcsolyázási stílus? Azzal, hogy esetleg átalakultak a szabályok, átalakult az, hogy mi az elvárás? Rengeteget változott a sportág az elmúlt 20 évben, és nagyon magas szintre került a műkorcsolyázás. Nagyon nehéz ellenfeleink vannak mindig, tehát hogy az összes nemzet iszonyatos módon fejlődött technikai tudásban, és egyre jobb mindenki. A szabályok változásával, illetve az új pontozási rendszer változásával is sokat emelkedett a technikai színvonal, és egy iszonyú magas minőségű versenyek kerekedtek ki ezáltal. Úgyhogy nagyon azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fel van kötve a nadrág, illetve fel van adva a labda, mert nagyon jól kell korcsolyázni most már ahhoz valóban, technikailag is, előadásmódilag is, hogy valaki dobogóra tudjon kerülni, vagy oda tudjon kerülni az élvonalba. A tanítványok közül ki lehet az szerinted, aki esetleg 2025-re odaérhet? A kazanyi olimpián, amit ugye töröltek, két kótánk volt, két versenyzőnk indult volna, Kovács Linda és Körösi Fehér Nándor. Én bízom benne, vagy legalábbis remélem, hogy esetlegesen a torinói olimpián ők helyt kapnak az utazó csapatban. Azt gondolom, hogy ők teljesen jó úton haladnak, tehát hogy folytatjuk azt a folyamatot, amit Kazanyra elindítottunk, és ezt folytatjuk tovább Torino felé. Az utánpótlásból pedig, hogyha esetlegesen lesz még hely, illetve kvóta, akkor ott majd meglátjuk, hogy ki az, aki odaérhet. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 15. podcast adásának végén köszöni a figyelmet Kővágó Angéla és Szőke Viktória. Üzenetet lehet küldeni a kuzibatran@gmail.com e-mail címre, de hivatalos Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is lehet jelentkezni. Találkozzunk néhány hét múlva is!